Sziasztok! Ezúttal a Trafford kertbe jelentkezünk. Itt vagyunk az ELTE Press díjátadóján. Az ünnepség után a díjazottakat faggattuk, illetve Blankó Miklós főszerkesztőt kérdeztük a díjazásról. Minden évben immár harmadszorra ugyanazok a szempontok, olyan hallgatótársainkat, vagy volt hallgatótársainkat jelölünk az ELTE Press díjra, akik az elmúlt években itt az egyetemen hallgatóként a hallgatói sajtóért kiemelkedő tevékenységet tettek. Olyan főszerkesztőket, rovatvezetőket, újságírókat, fotósokat lehet díjazni ezzel az ELTE Press díjjal, akik ebbe a kategóriába tartoznak, és az ELTE Press szerkesztősége, tehát az ELTE Online főszerkesztője, azaz jó magam, illetve a Karilapok főszerkesztői azok, akik elbírálják ezeket a jelöléseket. Én voltam az első, aki a GTI Storyt, mint magazin megalapította. Én voltam az első főszerkesztő, valamint az ELTE GTI Hökben az első hallgatói önkormányzatnál voltam, szintén az első kommunikációs alelnök, és azokért az alapokért, amiket letettem, ezért kaptam a díjat. Mindig is úgy gondoltam, hogy az ELTE Online az nem csak azoknak jó, akik olvassák, hanem igazából azoknak is, akik írnak bele, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha valaki 18 évesen idejön az egyetemre, és mondjuk látta, hogy van ilyen, hogy hallgatói sajtó, van ilyen, hogy ELTE Online, vannak ilyenek, hogy kari magazinok, és akkor akár még nyomtatásban is megjelenhettek cikkei, lett olvasottsága, kapott visszajelzést, része lehetett egy közösségnek. Nagyon fontosnak tartom a hallgatói sajtónak a továbbvitelét és működtetését, leginkább azért, mert nagyon sokaknak ez egy bemutatkozási lehetőség is, és nagyon sokat lehet tanulni, nem beszélve itt a műhely munkaszevű együttlétekről, vagy adott esetben a világlátás bővítésével, vagy a tudás bővítése, világlátás formálása, és talán még mondhatnám a kapcsolatépítést is, hiszen különösen most itt 2021-ben nagyon fontosak ezek a személyes és emberi kapcsolatok, amiből egyre kevesebb van, legalábbis a személyes szinten. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezek a közösségek valódi közösségek, és nem csak szakmai kapcsolatépítésre alkalmas területek, és olyan készségfejlesztésre adnak lehetőséget a hallgatóknak, ami nem feltétlenül adott az adott szakokon. Ez kicsit így közelebb hozza egymáshoz mind a karokat, mind a beacos sportéletet a kicsit kívülálló hallgatókkal, akik nincsenek annyira képben azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak. Így talán, ha szembe jön velük egy-egy sportosabb hír, kedvet kapnak ahhoz, hogy lemenjenek egyet futni, mozogni, jogázni, elmenjenek a csarnokba, megnézzék, milyen lehetőségeik vannak. Kicsit segítettünk a hallgatóknak ahhoz, hogy egészségesebben éljenek. A legjobban a közösség fog hiányozni abban, hogy nem vagyok az ELTE Pressnél, az, hogy olyan emberekkel dolgozhatok, akik ugyanúgy lelkesednek azért, amiért én, hogy motiválhatok embereket, és tényleg a közösség az, ami a legjobban fog hiányozni. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Hogyha eddig nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel az ELTE Online, illetve az ELTE Vízió csatornáira. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, találkozunk legközelebb is.